A Pál Gyula teremben nyílt legújabb kiállításon Mitrói Tímea alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők Nyíregyházán. A szatmárnémeti grafikus művész 2017-ben állított ki először a vármegyeszékhelyen. A mostani Legyen világosság című kiállítására az utóbbi 3 évben készült tusrajzait rendezte önálló tárlatba. Egy jó ideig színesben is dolgoztam, ezt már sokan nem tudják már, de színes munkákat is készítettem, sőt Nyíregyházán is kiállítottam párat belőlük, de aztán egyre jobban úgy azt kezdtem el érezni, hogy valahogy nekem mélyebb gondolatokat, vagy erősebb gondolatokat tudok tussal, ilyen erős kontrasztokkal kifejezni. És akkor ezért esett a választásom erre a fekete-fehér kontrasztra, vagy fekete vagy fehér, és hogy ezzel kifejezni önmagam. Mitrói Tímea a Kolozsvári Képzőművészeti és Formatervező Egyetem grafika szakán végzett 2013-ban, azóta számos egyéni és csoportos kiállításon vett részt Szatmárnémetitől Bécsig. Saját bevallása szerint a kezdeti kísérletezések után a fekete-fehér tusrajzok készítésében talált rá művészi útjára. Az erős kontrasztok azok, amik érdekelnek, úgymond a drámai hatást azt szeretem. És valahogy a cím is ebből adódik, hogy legyen világosság, hogy ez valahogy ilyen reményt ad mégis. Hiába nagyon sötétek a munkáim, de az a fehér, azok a fehér vonások vagy szálak tulajdonképpen az a reménység, az a fehérség, ami a feketében megjelenik, ez tulajdonképpen a legyen világosság, így röviden összefoglalva. A grafikus művész részletgazdag kompozícióiban visszatérő motívumok az indaszerű absztrakt vonalak, amelyek gyakran mintha teljesen behálóznák a figurákat. A művész számára különösen fontos, hogy még a tájképekre emlékeztető formák is utaljanak a tudatos, vagy épp a tudattalan tartalmak folyamatos áramlására. Valahogy úgy érzem, hogy az emberek többsége tud ezekkel a képekkel azonosulni. Elég nyomasztó helyzetek, vagy így a fejünkben mindenkinek vannak démonjai, vagy mumusai, és mindenki igyekszik ezekkel harcolni, vagy legalábbis kordában tartani ezeket a gondolatokat. Mitrói Tímea grafikus művész Legyen világosság című kiállítását október 7-éig tekintheti meg a közönség Nyíregyházán a Pál Gyula teremben. A kiállítással részletesebben Weekend című műsorunkban foglalkozunk.